szüleim muzsikusok voltak, mindketten zeneakadémián tanultak zongorázni. Zenei légkörben nőttem fel. Az akadémián szépen mentem föl a szamár létrán. Rögtön az első benyomásom az volt, hogy ez kedves gyerek, hogy egyáltalán nincs semmi beképzeltség benne. Hát elkezdtél játszani, és rögtön, ami megütött az, hogy itt van valami igazi, meleg művészet. Hát most eltelt 70 valahány év közben, most mi a véleményed Frankl Péterről? Hát az a véleményem, hogy minden jó tulajdonság, amit ismertünk tőle, az nem csak, hogy megmaradt, hanem még tovább kibontakozott a sikereit és a tehetségét, azt ő nem úgy vette, mint hogy ez nekem jár alapon. Hálát mutatott az iránt, hogy ő neki mi adatott meg, és elsősorban mi adatott meg a zene. A zenének a szeretete, az a boldogság, amit a zene kínál. Ez a nyitottsága, ez a kedvessége, a zenének az imádata, tehát ez szinte egy fanatikus imádata, a zene éltette. Tehát olyan módon élvezi a zenélést a pódiumon, ahogy általában a klasszikus zenészek nem. A Péter tulajdonképpen egy olyan ember, hogy mióta ismerem, most már lassan, most már 35-36 éve, ugye, minden pillanatta a zene. Érdekes volt ez a generáció. Frankl, Pauk, Vásári, Vázsonyi Bálint, vagy az én unokatestvérem Fischer György. Egymásnak azzal imponáltak, hogy a köhő számok röpködtek, hogy ez a 396-os, vagy a 224-es, és ezen belül az operák valahogy központi jelentőségűek voltak. Könnyen megtalálja azokat a szerkezeti vagy dallami modelleket, amik adott esetben Mozart zenében akár egy karaktert, vagy akár egy állapotot szimbolizálnak. Éjfélkor hazatérve elkezdtünk énekelni. Az egész operát, koloratú szoprántól kezdve a basszusig minden, és én dirigáltam a levegőbe. És én éppen a Bohém életben vágtam ki Rodolfo magas C-t, ami persze nekem sosem volt. Amikor már a Péter az emóciónak a tetején volt, és én pedig kinyúltam a kezem, és kevés! És erre Péter hagyat esett a diványon. Az akadémián már olyan osztályba kerültünk, hogy kamarazenét is kellett tanulnunk. Először Banda Edénél, majd Lukács Pálnál, és akkor jött a nagy megtiszteltetés, hogy Weiner Leo, aki a század egyik legnagyobb, vagy a zenésze volt és tanára, felvett az osztályába. 20. század elejéig, aki zenét szeretett volna hallani, az zenét csinált. Ilyen korban az élő zene és az együttzenélés az a zenélés csúcsa volt. És hát ez az a elképesztő hagyomány, amit Frankl Péter átültet a mai diákok és mai közönség, illetve a partnerei számára. Nagyon meg voltunk tisztelve, hogy ő, hát hogy mondjam, partnerül fogadott bennünket, mert ugye mi karmester nélküli zenekar voltunk, kamara zenekar, és hát számomra Frankl Péter neve az nagyon összekapcsolódott a kamarazenével. Péter egy született kamaramuzsikus. Ez egy áldott képesség. Egyébként nem lehet azt mondani, hogy minden szólistára érvényes. Igen nagy repertoárom volt, mint szólista. Valahogy mindig volt egy ilyen magányossági érzésem a pódiumon. Erre csak később jöttem rá, most a gondolkodások alatt, és rájöttem arra, hogy szívesebben játszom másokkal. Érdekes módon a tanítás az nagyon későn jött az életembe. Boris Berman,
nagyon jó orosz zongorista, ő a Yale Egyetemen a zongora tanszék vezetője. The idea was that as the department is small, it will give our students an exposure to more opinions and to a variety of musical personalities. How fortunate we are to know Peter Frankl, an eminent pianist, a lover of all music, and an indescribable human being of warmth and humor. Ez tartott végül 30 évig. Nagyon boldog zenei életet éltem meg. Szerencsés voltam, nem, mint ahogy említettem első alkalommal, sose voltam sztár, de mindig kiváló zenekarokkal, muzsikusokkal dolgoztam együtt. Te úgy mondod, hogy nem voltál sztár, de hát ki a sztár, ha nem az, aki járja a világot, és mindenütt királyként ünneplik meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy de igen, egy nagyon szerény, de sztár voltál életedben. Köszönöm szépen.